A december az ünnepi készülődés jegyében telik. Sok szülő számára ez az időszak gondterhelt lehet, hiszen a munkahelyen és otthon is felgyülemlik a tennivaló. A készülődés izgalmát a gyermekek is érzik. Az óvodában is felgyorsulnak ilyenkor december táján az események, jön a télapó, egymást követik a programok, otthon felborulhat a napirendjük, és ez mind kihat az ő kis lelki állapotukra. Ez mellett azon gondolkodnak ilyenkor a gyerekek, hogy vajon elég jók voltak-e az év folyamán, hogy hozza nekik a télapó Jézuska ajándékot, hogy megkapják-e a várva várt ajándékot, és hát ez miatt mind-mind szorongóbbá, feszültebbé válhatnak. A karácsony nem az ajándékokról, az ajándékozásról, hanem a bensőséges hangulatról, a családi kör meghittségéről szól, mondja a szakember. Nem a külső dolgok teszik az ünnepet szebbé, hanem az igazi emberi kapcsolatok. Hogy minél többet legyünk a gyermekünkkel, minél többet figyeljünk rá, minőségi emberi kapcsolatot építsünk ki velük. Tehát szeressük őket, beszélgessünk velük, minél többet a szeretetről. Ölelgessük őket ebben az időszakban, nagyon-nagyon fontos számukra. Továbbá, hogy együtt töltsük vele az időt, készülődjünk, süssük együtt a mézes kalácsot, díszítsük együtt őket. Ez mellett nagyon fontos, hogy öltöztessük díszbe a házunkat, és vele együtt a szívünket is, közösen a gyermekünkkel. A gyerekeket még a legkisebb dolgok, ajándékok is boldoggá teszik. Nem kell feltétlenül hatalmas meglepetésekben gondolkodni. A külsődleges dolgok sokasága megfojtja az ünnep örömét. Az ünnepnek egy megállásnak kell, hogy legyen. Sokszor azt vettük észre, hogy hát jé, karácsony volt, és hát elszaladt mellettünk. Az ünnepnek fontos, hogy egy örömteljes legyen, nem pedig egy kényszeres megfelelés. Nagyon sokat számít az, hogyha a gyerekünkkel együtt vagyunk, egy igaz emberi kapcsolatot építünk fel. Fontos, hogy díszítsük együtt a fát, hogy együtt legyünk velük, beszéljünk a szeretetről, az örömről és a csodáról. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény és a magam nevében szeretetben gazdag, áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves tévénézőnek, szülőnek és gyermeknek.